Élt két ember egy városban, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak felette sok juha is ökre volt, a szegény embernek ellenben semmije, csak egy kis nőstény báránya. Mikor vendége akadt a gazdagnak, sajnált az ő juhai közül hozatni egyet, és inkább elvette a szegény ember bárányát, és azt szolgálta föl a vendégnek. Mit tudsz Dávidról? A trón jelenlegi birtokosát, Salamont kivéve. Dávid volt kétségkívül a legjelentékenyebb ember Júdában és Izraelben. Választottja az Úrnak, a mi Istenünknek, aki szövetségre lépett Dáviddal, ellenségeit porrá zúzta, gyűlölőit megalázta, és végezetül megígérte Dávidnak, hogy magja soha ki nem hal. Más szóval semmi sem tudsz. Én, Etán, Hósaja fia, ma Salamon királynál jártam, az ő parancsára. És abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy engem bízott meg Dávid király krónikájának összeállítása. Átnézve a korhadi feljegyzéseit, egyetlen szót sem találtunk, mely arra utalt volna, hogy Dávid megölt egy Góliát nevű óriást. Egyik király olyan akár a másik. Népnyúzó, feneketlen bélű mindahány. Az Úr átkasújtsa Iszai egész házát a temérdek vérért, amely Dávid kezén szárad, és mindazért, amit a néppel művel. Dávid 600 emberével átállt az öt ellenséges filiszteus állam egyikéhez. Csak egy módon tartották fenn magukat. Rablásból. Legközelebbi szomszédaik Dávid saját nemzetségének gyermekei voltak. A gazdag ember Dávidnak a bárány becsülődött. Iszai fia Dávid. 7 esztendőkön át Júda és 33 esztendőkön át Júda és Izrael királyának. Isten kiválasztottjának. Salamon király atyának. Bámulatos felemelkedéséről. Isten félő életéről. Valamint hősi tetteiről. És csodálatos műveiről szól. Egységes, egyetlen, igaz és mértékadó, történelmileg hiteles és hivatalosan jóváhagyott. Ha mindazt tudod, Etán, amit hitem szerint tudsz, akkor hiszem, túl sokat tudsz.